Élete negyedik olimpiáján vett részt a gyalogló Helebrant máti, aki a 20 kilométeres távon indult Párizsban. Mint elmondta, már a rajt után érezte, hogy valami nincs rendben, felment a vérnyomása, nehezek voltak a lábai, így a tervezett időtől és helyezéstől elmaradva a 44. helyen ért célba. Ennek ellenére nem csak negatív érzéseket ért haza Franciaországból. Az olimpia előtti felkészülés azt továbbra is úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Sajnos az eredmény nem ezt mutatja, de mi tudjuk józsbával, hogy milyen munkát végeztünk el, és hogy milyen formában voltam. Hát továbbra is csalódott vagyok az eredmény miatt, de szomorú nem tudok lenni, mert maga az egész olimpia az, az nagyon jó hangulatban telt, hatalmas élmény volt, és hát igazából egész évben arra készültünk, hogy kiúsak, a, erre a Párizs olimpiára. Ez a cél ez sikerült, az már csak hab lett volna a tortán, hogyha, hogyha olyan időt is, meg olyan helyezéstől tudok amit szerettünk volna. Ez most sajnos nem jött össze, de bízom benne, hogy a munka, amit elvégeztünk, az, az a jövőben majd ki fog fizetődni. A gyalogló mindenképpen szeretné megtalálni a várakozáson aluli szereplés okait. Nagyon sokat gondolkodtunk ezen, mert igazából mindent úgy csináltam, a verseny előtt, meg a versenys, is, ahogy, ahogy eddig szoktam, szóval semmi újítást nem csináltunk. De valószínűleg az lehetett a gond, hogy az előtte lévő magaslati edzőtáborból ö, hamar jöttünk vissza, és kevés idő telt el a magaslati edzőtábor és a verseny között. Ö, ez szokott problémát okozni, ezt még ki kell tapasztalnunk, ö, hogy mi az ideális ö, a magaslati edzőtáborozás ö, terén. Bizonyban, hogy jövőre ezt, ezt ki tudjuk köszöbölni, ezt a hibát. Pokravenszki József tanítványa több versenyre is eljutott Párizsban, így a helyszínen szurkolhatott a magyar sportolóknak. Szerencsére a verseny után még egy bőhetetként tudtam lenni, nagyon sok magyarra találkoztam, Milák Kristóftól kezdve Szilárdjáról, nagyon sok, sok mindenkivel sikerült beszélgetnem is velük, ami hatalmas élmény volt. Volt a Attilával Atélával például több mint egy órán keresztül beszélgettem, főleg a felkészüléséről, és nagyon sokat tanultunk tőle. Sikerült a az atlétikai stadionba, ott szinte minden este tudtunk szurkolni a magyaroknak, és hát igazából maga az olimpiai falunnak a hangulata, hogy több mint 7-8 ezer sportolóval együtt, együtt voltunk, az úgy hatalmas élmény volt nagy létszámú volt most a magyar csapat, ilyen szempontból szerencsés volt. Úgy néz ki ez az olimpiai falu, hogy minden országnak van egy külön több emeletes társasháza. Most itt két darab nyolc emeletes házról volt szó, és igazából, ha csak beszálltunk a liftbe, vagy elmentünk egy étterembe, vagy kávézni, mindenhol összefutottunk magyarokkal. Van egy csapatiroda is, és igazából tényleg jó volt hangulat. A magyar csapat is jól szerepelt, szerencsére, és ez már alapból megadta a hangulatot. Máti szeptemberben még 5 kilométeren rajthoz áll a csapatbajnokságon, majd egy hosszabb pihenő következik. A jövő évi Tokiói világbajnokságon mindenképpen ott akar lenni a nyíregyház gyalogló, arról pedig, hogy megszilózza a 2028-as Los angeles olimpiát, később hoz majd döntést.